Óbecse községi képviselőtestületének tanácsnokai határozatokat fogadtak el a községi köztulajdonban lévő ingatlanok és építési telkek eladásáról. Eladták az Uros-Prédics utcai ingatlant, ahol korábban az építési igazgatóság és a Tiszamente Óbecse vállalat működött. Eladták továbbá a Péterévei úton a Lukoil benzinkút melletti telket. Óbecse község költségvetésébe ennek alapján 18,2 millió dinár folyt be. Ezekből a pénzeszközökből a helyi önkormányzat bizonyos üzlethelyiségeket és épületeket tervez vásárolni Óbecse községben, mondta Dragán Tosics, Óbecse község elnöke. Ono što planiramo naredne godine. Amit jövőre tervezünk megvalósítani, és már idén a jövő évi költségvetésbe betervezni, az az, hogy mindazokat az objektumokat megpróbáljuk rendezni, ahol a község 70%-ban már tulajdonos, egy fizikai személy vagy egy vállalat pedig 30%-ban. Vagy olyan módon, hogy a község megveszi azt a 30%-os tulajdonjogot, vagy pedig felajánljuk, hogy ők vásárolják meg a községi tulajdon részét. Így módon hozzájuthatnánk mindazokhoz az épületekhez, amelyek már évek óta rossz állapotban vannak, és a község tudná ezeket felújítani, renoválni. Azok a személyek, akik már szintén évek óta laknak olyan épületben, amely csak 50%-ban az övék, de nem tudják emiatt azt felújítani, és a község sem fektethet be emiatt. Ezért ezek az épületek nagyon rossz állapotban vannak. Ahhoz viszont, hogy valaki banki hitelt vehessen fel, szükséges, hogy 100%-ban saját tulajdonában legyen az ingatlan, és hogy telekrendezési szempontból is rendben legyenek a dokumentumai. Mindahhoz, amit tervezünk megvalósítani a jövőben, pénzeszközökre van szükségünk, és úgy gondolom, hogy ezek az eladások jó lépésnek bizonyultak a község részéről. Elsősorban azért, mert jó áron sikerült eladni, és már néhány héten belül nyilvánosságra is hozzuk mindazokat az épületeket, amelyeket Óbecse község meg szeretne vásárolni. Az önkormányzat által megvásárolt üzlethelyiségek és épületek egy részét bérbeadásra, a másik részét állami vállalatok és szolgáltatások igényeire fordítják, magyarázta a község elnöke. A helyi parlament ülésén kinevezték a sportközpont és a Toplana közvállalat vezetőit. A sportközpont igazgató tanácsának javaslatára a jelenlegi megbízott igazgatót, Andruskó Csabát nevezték ki igazgatónak, míg a Toplanát továbbra is Dejan Vukovics vezeti. Új határozatot fogadtak el a hallgatói ösztöndíjakról, amely szerint minden egyetemista, függetlenül attól, hogy milyen szakmát tanul, egyformán pontozott és rangsorolt lesz az elért pontjai alapján. Ugyanis már nem érvényes az a szabály, hogy a hiány szakmát tanuló egyetemi hallgatók előnyben részesülnek e joggyakorlása során. Ahhoz, hogy községi ösztöndíjat kapjanak, a hallgatóknak többek között tanulmányaik során legalább 8-as átlaggal kell rendelkezniük. A rangsorolási javaslattal szembeni kifogások benyújtásának eljárását is előírták.